Üdvözlök mindenkit, nagy-nagy szeretettel itt vagyunk Szegvár vasútállomáson. Ugye Hódmezővásárhely velem szemben, mögöttem pedig Szentes Kiskunfélegyháza. De nem ez a lényeg igazából. A szegvári állomás nekem azért egy ilyen kultikus pont, ugyanis 2021-ben voltam itt utoljára, jól emlékszem, de lehet 22 volt. Szintén náthás voltam. Hasonló idő volt, mint most. És akkor is a szegvári kisvasút nyomában voltunk, viszont szakadt az eső, tehát ez a videó jól látszik, és ezért nem volt kellő mennyiségű időm jól megmutatni nektek a valamikori kendergyári, derekegyházi kisvasútnak a ma ismert vonalát, ami ugye még megvan, a gazba elvészve úgymond. A történetéről majd fogunk beszélni, egy nagyon érdekes dolog, hogy a szegvári kisvasút, illetve a nagyvasútnak a kapcsolata, és azért is itt a szegvári állomáson akartam ezt a felvezetőt felvenni, ugyanis valamikor a szegvári kisvasút alul keresztezte a nagyvasutat, tehát alul egy ilyen úgymond alagútba ment át. A szóbeszéd azt mondja, hogy a lóré kocsik olyan szinten telítve voltak, hogy sokszor beragadtak az alagútba. És ugyan nem ezért, hanem egy nagyvasúti ívkorrekció kapcsán, de a későbbiekben a kisvasútnak az alulvaló kereszteződése az felülre helyeződött, és szintben keresztezte a jelenleg is ismert nyomvonalat a valamikori kisvasút. Ennek a keresztnek ma már igazából nem fogjuk látni a nyomát, mert ott nincs meg, viszont a kisvasút a mai napig is megvan, érdekes történet által tudott fennmaradni a mai napig is. Ahogy mondtam, ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, ugyanis itt egy nagyon nagy hálózatról, a valamikori derekegyházai hálózatról beszélünk, aminek tulajdonképpen csak egy ilyen iparvágányi kinövéseként jött létre a kendergyári kisvasút, aminek a maradványát fogjuk most látni, és amit 2012-ig életben tartottak, és Békés Csabáról hozott mozdonyokkal volt is itt mindenféle kisvasúti nap nyaranként, illetve ősszel is. Sajnos 2012 óta semmiféle mozgásról, hivatalos mozgásról legalábbis nem lehetett hallani, de minden továbbit majd már a helyszínről fogok nektek mutatni, illetve megmutatom nektek, hogy hol ment annak idején alul a kisvasút a nagyvasút felett, illetve megmutatom az ívkorrekciót is. Gyertek! És ahogy mondottam is, nektek nem kell sokat elsétálni a szegvári kisvasútnak a nyomához, úgymond, hiszen, illetve a nagyvasút régi ívéhez, majd megmutatom nektek. Most jelenleg a nagyvasút az így szépen arra megy egy nagyon nagy ívben, viszont régen nem így volt. Régen itt volt a nagyvasút, itt lehet is látni ezt a szerkezetet, és ez alatt jött át a kisvasút. Nyilván nem ebben a kis ajtós, vagy üregben, vagy nem tudom, hogy ezt miért nevezzem, ezt már jó ideje a pincének használhatták, én azt gondolom, de itt ment el alatta a kisvasút, illetve felül ment a nagyvasút, és halad be Szegvár állomásra. Egyébként sokkal értelmezhetőbb, ha a mai szegvári állomást megnézitek, mondjuk egy térképen, tehát egy Google Maps-et megnyitjátok, akkor láthatjátok, hogy konkrétan itt nem volt ív, hanem egy egyenesbe szépen itt halad tovább a vasút, míg most itt a közutat keresztezvén egy ívben elhalad Hódmezővásárhely felé. Mindjárt mutatom. Na Andris, közben, na tényleg, hallod, ezt nem komolyan gondoltam, hogy zakózol. De én igen, már ráláttam a terepre. Ja. Azért mondtam, hogy... Na, egyébként ugye... Megcsináltam a cefrét. Ja, inkább a kitűnő. Valamikor ugye 1916-ban itt az uradalomnak a kisvasútja volt ez. Ez egy teljes mértékben utasforgalmi kisvasút volt. Derekegyháza. Hú, majd elmondom még nektek itt a településeket, amiket bevett a kisvasút. Ugye a téglafal az utólag épült, ez egyértelműen látszik. Most jelenleg Andris is látta, hogy kukák vannak bent tárolva. De a lényeg, hogy tulajdonképpen ennek az utasforgalmi, uradalmi kisvasútnak a kiágazása a kendergyári kisvasút. Tehát a gazdasági léte az csak jóval később jött létre a kendergyár kapcsán. Egyébként bár azt olvasta Andris, hogy 1971-ben megszűnt, ez nem igaz. Ezt én merem állítani. Én nekem... Hivatalos már kisvasút szűnt. Aha, jó. Tehát akkor maga a forgalom, tehát a gazdasági forgalom a kisvasúton, én úgy olvastam, hogy igazából a 2000-es évek elejéig volt, és 2004-ben az EU-s csatlakozás után szűnt meg a kendergyár, és bár nem mozdonyokkal, hanem traktorral húzták a kisvasúti kocsikat, ettől függetlenül működött a kisvasút. És akkor ahogy mondtam nektek, most jelenleg egy nagy ívben megy el a nagyvasút, mint látjátok tekerős sorompóval, szolgálattal az állomás végpontjánál, illetve forgalmi szolgálattevő is van Szegváron, tehát abszolút egy mozgalmas állomás,
emberi erőforrással, ahogy ugye nagyon szereti a kormány ezt hangsúlyozni, alakjelzővel. No, rohangálnak itt a madarak, megvan a holnapi ebédünk. Egyelőre vágány nem látunk, pedig higgyétek el nekem, mikor legutóbb itt voltam, akkor is ugyanígy kezdődött. Van róla a videóm, hát azt láthatjátok. És egyszer csak belebuktam. De most itt semmit nem látok. 21-ben, nem szedték fel azóta. Hivatalosan. Az a baj, hogy ez még így is nehezen vehető észre. Igen. Tehát konkrétan mi nem belebuktunk most éppen. A töltés az látszik, tehát hogy magasabban van. Tehát én azért jöttem ide, mert láttam, hogy ez úgy kiemelkedik a tájból ez az egész. Ez hány kilós? Hány kilós lehet ez a sín? Ez 9. Szerintem ez 9. Vagy 7, vagy 9 kilós per izé. Szóval, hogy a töltés az úgy kiemelkedik, csak hát... Tiszteletem! Jó napot! Csak abszolút nem látszik semmi. Ott kell lenni a váltónak, és közben én is mutatom nektek, hogy itt tényleg itt látszik a legjobban. Ugye az előbb láttátok, hogy ott mutattam nektek, de tényleg nagyon be van nőve. Viszont itt nagyon szépen kivehető, itt kell lenni egy váltónak is, hiszen itt láthatjátok, hogy úgy is megy, így is jön. Ugye a kendergyári kisvasútról még azt tudni kell, hogy maga a kendergyár 1940 környékén létesült, és érdekessége, hogy nagyon keveset használták valóban kisvasúti mozdonnyal ellátva. Tehát kezdetben nem lóval, hanem szamárral húzták a kocsikat. Ennek az indoka az volt, hogy a szamár egy igénytelenebb állat, illetve gyorsan tud nagyobb erő átvitelt használni vagy kifejteni, és ezért szamarakkal húzták a kisvasúti kocsikat. A későbbiekben ugyan használtak, ahogy mondom, kisvasúti ilyen mindenféle mozdonyokat, gépeket, de aztán már a lecsengés időszakában traktorokkal húzták itt a kisvasúti vágányon a mindenféle kocsikat. Hát itt látszik tényleg a legjobban. Balra megy egy vágány, meg egyenesen megy egy vágány. Egyébként a mezőből, a répről, itt a váltó. Felismerni, hogy magasabban van egy kicsit, tehát azért egy kis töltése van ennek. De meg onnan, hogy itt nincs lenyírva a gaz. No hát tényleg, ahogy az Andris is mondja, filmezhetetlen, tehát értékelhetetlen olyan szempontból, hogy nekünk jobban átjön, mint szerintem a filmen átjön, sőt ebben biztos vagyok. Az érdekessége, ahogy mondtam nektek, hogy amikor a kendergyár teljes mértékben megszűnt, ez egyébként 2004 utánra tevődik, amikor beléptünk az Európai Unióba, akkor utána ezt a teljes hálózatot, ami még megmaradt ugye, hiszen akkor már tényleg csak a kendergyári, úgymond ipari szolgálatra létesített kisvasúti rész maradt meg. Szóval, hogy volt egy határozat, hogy ezt szedjék fel. Tehát ez egy létesült határozat, és Szegvár település úgy gondolta, hogy ez neki kell. Hogy ez egy turisztikailag érdekes dolog lesz itt, és ezért át is vette a város ezt a kisvasutat. És ahogy mondottam is nektek, 2012-ig van fent film a YouTube-on, majd belinkelem nektek, ahol itt még kisvasutaznak, tök érdekes most itt lenni és látni. Én tegnap megnéztem azt a filmet, ahol még itt mentek, meg hajtányoztak, meg mindent csináltak. Tehát turisztikai szempontból érdekesnek találták, de őszintén, srácok, nem láttátok, hol jöttünk be, egy földúton. Itt vagyunk a semmi közepén, a Fácán nevelde, meg a régi kendergyár mellett. Nem látom azt a turisztikai értéket ebben a kisvasútban, bármennyire vagyok vasútfan, és bár kisvasútfan nem vagyok, de nekem a szegvári kisvasút mindig tetszett. Tudjátok miért tetszett? Mert nekem minden tetszik, ami ilyen ózsdi, lerohadt, és a puszta közepén van. Én tudjátok, Andris szokta mondani, hogy az Alföld nagy kedvelője vagyok, ez így is van. Én nagyon sajnálom, de azt látom, hogy tömegeket azért valljuk be, ez a hely nem vonzana ma sem. No, közben én is megmutatom, Andris mutatta itt oldalról, ahol nincs nyírva a fű, ott ment a kisvasút. És igen, ő is mondta, hogy itt valószínűleg elágazás volt, ugye, amikor legutóbb még 2010-11-12-ben mentek a ilyen mindenféle vasutasnapon ezek a nosztalgia, hát inkább azt mondom nektek, ilyen fanok, vasútfanok mentek, akkor 4 kilométer hosszban volt hasznos pálya, és az volt írva mindenféle ilyen dokumentációban, hogy tulajdonképpen egy körpálya volt. Kezdem érteni, hogy ez hogyan alakulhatott ki, tehát úgy, hogy vissza lehetett fordulni, nem kellett irányt váltani, de sok ilyen megoldása van ezek szerint. Egyébként itt mondjuk tök jól kirajzolódik, hogy Andris áll itt a vágány.
akkor lehet, hogy arra is mentek, hogy... Igen, így össze-vissza, igen, vissza. Igen. De egyébként az a 4 kilométer, az nem kevés, ha meggondolod. Nem. Most a teljes kemencei kisvasút, ameddig tud menni ugye a Fekete Völgy Vilati panzióig, az 4 kilométer. És az sem rossz. És nem rossz, azért az már egy komoly élményvonatozás, tehát én megértem. Csak hogy valószínűleg a 4 kilométer a teljes vágányhossz a körökkel mindegy, tehát 4 kilométer távolságra... Nem megyünk el 4 kilométer, mert kb. Egyre vagyunk a vasútállomástól, tehát... Az összes vágány az itt össze-vissza 4 kilométer, ami használható, gondolom én. De én életemben először járok itt, ezt azért nem csinálok ebből titkot. Még a szegvári állomáson átutazóban jártam, de itt... De most nem azért, hogy eláruljalak, de ha én nem mondom, azt sem tudtad, hogy volt itt kisvasút. Nem, és ezt mondtam is Bencének, hogy az Alföldön annyi, akkora kisvasúti hálózat volt, annyi vonallal, annyi kisvasúttal... Hát csak a Békés Csaba környékét nézzük, valami 160 kilométer. Tehát valami iszonyat mennyiség, ugye, ennek bizonyos részeit nyilván ismerem, Kaszaper, a Békés Csabai rész, ott az állomás, ugye van ott egy emlékmű is, kisvasúti szerelvénye kiállítva, büfével. Szóval úgy nagyjából azokat a részeket ismerem, de itt annyi ilyen egybefüggő, néha nem egybefüggő hálózat volt, hogy ezt csak olyan tudja igazából fejbe tartani, aki nálam sokkal nagyobb kisvasút van, aki helybéli, és aki mondjuk egy kicsit öregebb, és esetleg még megélte ezeknek az üzemét, vagy az üzem végét. Én ugye, aki Budapestről származom, és a kisvasúti érdeklődésem az olyan 2000 körül kezdődött igazán, nekem ez teljesen új. Hát hiszen, hogyha ez engem komolyabban érdekelt volna, akkor lett volna módom ide 2012-ben jönni hajtányozni, bár volt internet, már megvoltak a kontaktok. Igen. Én jártam hajtányozni rengeteg helyre, ez kimaradt, és most, hogy megismerem már, majd sajnálni fogom, eddig nem sajnáltam volna, mert azért így, hogy itt látom ezt az egészet pusztulni, így azért elgondolkozom rajta, hogy azért egyszer-kétszer poén lett volna itt tényleg körbe hajtányozni, de amikor, ez nagyon érdekes dolog, senki nem gondolja azt, hogy amikor egy hajtányozás elkezdődik egy felhagyott kisvasúti pályán, és egy lelkes csapat összejön, akkor mindenki abban a hitben él, hogy ez így marad, és ez fejlődik, mint egy kemence, ugye, amit helyre raktak és megcsináltak. De ugye nagyon sokszor ez a kezdeményezés elhal. Pár évet megél, és akkor utána az egész így romjaiba összedől. Rengeteg helyen, pláne itt az Alföldön voltak hasonló kezdeményezések, amik nagy svunggal megindultak, hogy akkor itt mostantól hajtánypálya akármi, és azt ellátjátok, hogy itt is 2012 óta, ha ijedtünk az internetnek, már semmi nincsen, az 12 éve volt, és hát 12 év, látjátok, nagy idő a természetnek, 12 éves lehet az a facsemete. Szóval, hogy én azt mondom nektek, hogy bárhol ilyen kezdeményezés van, és pillanatilag el lehet oda menni, de el kell menni, mert lehet, hogy 3 év múlva nem lesz. Mert ezek mindig olyanok, hogy önerőből vannak, saját pénzből vannak. Az illetőnek, aki az egésznek a motorja volt, vagy az illetőknek megváltozik a családi állapota, az anyagi helyzete, már nem, nincs az a motivációs erő, egészen mással foglalkozik. És ugye, ha ezeket valaki egy-két személy nem viszi, nem tartja életben, akkor az egész elhal. Hiszen, mint látjátok, ahogy Bence is azt elmondta, itt az önkormányzat itt akart ezzel valamit, de végül is nem az önkormányzat kezdett vele valamit, hanem lelkes amatőr hajtányosok kezdtek vele. Azt nem is mondtam, hogy Békés Csabára hozták a mozdonyokat, mert ugye nem volt már a kendergyárban működőképes semmi. Tehát hogy én továbbra is azt mondom, hogy bárhol ilyen kezdeményezés van, oda akkor el kell venni, mikor van. Nem, hogy majd elmegyünk jövőre, meg majd, ha időnk lesz, akkor mikor van, mert lehet, hogy jövőre már nem lesz. És ez ennek egy ékes példája. Ez 12 év, az 12 év, itt nem gondolnám én komolyan, hogy itt bármikor ebből még lesz valami, de ne legyen igaz, amit szoktam mondani, hogy ilyenkor nagyon örülök, ha tévedek. A mezőben az árulkodó sínszál. Figyeljétek el, ott van mellett a másik is. Csak az nem látszik, mert ott nincs kinyírva. Át alatt is, sőt itt a mezőben rengeteg helyen, mindenhol kisvasúti vágányok. Szegvár 2024. Nos, srácok, közben elértünk a híres szegvári vasúti híthoz, kisvasúti híthoz. Hát itt látszik tényleg a legjobban egyébként a kisvasút. Itt összeért 3 vágány, és megy szépen az állomás irányába. Most közben hagyom, hogy Andris is felvegye a saját kis mondókáját. Zöldödőben jártam, kisvasúti hídat láttam, el akart rohadni, szabad-e felszedni? Ugyanaz a híd a másik irányból, tehát most az állomás felől nézünk a mező felé.
ez az a hely, ahol a legjobban látszódnak a vágányok, hiszen ugye a hidra nem tud úgy rátelepedni a növényzet. No, közben pont azt beszéltük, Andris, hogy ez azért izgalmas, és hogy értsétek az én lelkesedésem a szegvári kisvasúttal kapcsolatban, hogy jobbra-balra ágazott ki, váltók a váltókat követnek, és például ott is megy, ugye, amit eddig követtünk, ott megy az ív, nagyon jól lehet, jól kivehető, de közben itt van egy ilyen erdei szakasz. Itt van a vágány, Andris ott be is sétált. Tehát annyira érdekes, annyira többfele lehet elhaladni, és pont ezért nem vagyok egy kisvasúti fan, ezt még egyszer mondom, de pont ezért nagyon lelkes tudok lenni, mint mikor a szegvári kisvasútot látom. Igaz, másodjára vagyok itt, ez igaz, de ettől függetlenül tényleg azt mondom nektek, hogy turisztikai szempontból érdektelen lehet, viszont vasút fan szempontból iszonyat király lehetne, hogyha ez meg lenne, mert van erdei szakasz, van pusztai szakasz, 82 000 váltó, mindenféle irány, tehát el lehetne itt bohóckodni amúgy. Pont azt mondtam, hogy ez nem egy olyan, hogy van egy végpontja, elindulsz, és akkor mész. Igen, ott, nem egy A-ból B-be, igen, hanem, itt az, tehát hanem Z pontig van minden az ABC-be. Igen, tehát. Mint a számítógépes játékban. Igen. No, ide is bejöttünk, megyünk az állomás felé, és még itt is megvan a vágány. Sőt, nem csak, hogy megvan a vágány, hanem ott egy újabb váltó, egy kiágazás, tehát eszméletlen gírbe-gurba a történet. Teli vagyunk bogárral, illetve ilyen fantasztikus növényekkel. Ez mit haza a Varsányba, emlék? Ez egy ilyen lehallgató egység. A Poloska? Nem, rosszabb. No, érdekességképpen mondom nektek, hogy innen körülbelül 100 méterre, ott, ahol az erdősáv van, ott jöttünk át Andrissal, ott megy a kisvasút, és meg is van. Itt pedig egy valamikor élő állatrakodó, és a felvételi épület. És egy kis vidéki életkép, szegény nem tud visszamenni, mert nincs, nem talál lyukat. Valljuk be, hogy vagyunk így férfiak, néha ezzel nem találunk lyukat. Nagyon gnó mindegyik, egy különleges fajta. Igazi baromfi udvar, hallod? Mások meg vadasparba járnak. Ja. Mi szegvára? De mondom, valaki mondja meg, hogy azok a libák, amiknek ilyen lebernyegük van, meg ilyen olyanok, mint a büszkös hattyú itt fent azok mik? Fölött, azok milyen libák? És hát én ezzel elköszönök tőletek. Szegvár, várjuk a Szentes felé haladó BZ motort, ami már érkezik is. Szerintem talán ugyanaz a összeállítás lesz, amivel érkeztünk.